Kőbánya nyári szünet utáni első testületi ülésén a képviselők közül 13-an jelentek meg. D. Kovács Róbert az ülést egy szomorú hírrel indította. Augusztus 17-én elhunyt Fehér László önkormányzati képviselő, aki a rendeletünk alapján az önkormányzat saját halottja, hiszen az 1990-es évek végén, 2000-es évek elején összesen több mint 10 éven át volt önkormányzati képviselő. A tiszteletadást követően a polgármester az eltelt időszak beruházásairól és kivitelezéseiről számolt be. A nyári munkákról nagyon röviden szeretnék csak szólni. Az eltervezett módon mindenhol megkezdődött a beruházás, az a beruházás, amelyet elindítottunk akár közterületen, akár intézményekben. Ez látványos szakaszhoz érkezett mára az Újhegyi sétányon, de akár a Liget téren is a volt szolgáltató ház helyén, ahol most a mélyépítési munkálatok folynak, és rövidesen megkezdődik a park építése is. Az Újhegyi sétányon pedig már bizonyos újra borkolt felületeken lehet igazából megcsodálni azt, hogy hogyan is bontakozik ki az a tervezett két beruházás, amelyet megálmodtunk a mellette lévő működő óvoda, bölcsőde felújítása is a tervek szerint halad, a külső szigeteléssel végzett a beruházó, a konyhai beruházás, a konyha felújítása, az viszont nem készül el, nem is terveztük, úgyhogy elkészül a nevelési év kezdetére. A gyermekek étkeztetését így átmeneti időre másként fogjuk megoldani. Egyéb beruházásainál a helytörténeti gyűjtemény nagy beruházások közül komoly kihívást jelentett, hiszen a feltárás során kiderült, hogy az az épület, amelyet védett épületünk, amelyet új funkcióra szántunk, hát ezersebbtől vérzik. Olyan vegyes falazat volt a jellemző az épület jelentős részén, illetve a tető födém szerkezet is számos meglepetés hozott, ami plusz beavatkozást igényelt. Ehhez a forrás biztosítottuk, úgyhogy sikerült az épületet úgy megerősíteni, hogy a 21. századi követelményeknek is meg fog felelni, és bízunk benne, hogy egy újabb 101 néhány esztendőre ez az épület rendben lesz. A Keresztúri úti iskola a másik nagy beruházásunk, ami ugyan már nem önkormányzati feladat, de vállaltuk, ugye, hiszen az elmúlt évtizedekben nem igazán fordított rá az önkormányzat, hogy föl fogjuk újítani ezt az épületet, tavaly szigeteltük a tetőt, idén mintegy 255 millió forintból föl fogjuk újítani a nyilászárókat, sőt már kicseréltük a több száz nyilászárót, a külső homlokzat szigeteléssel is végeztek a kivitelezők, végeznek lassan, nem áll meg a munka jövőre, a gépészeti munkákkal folytatnunk kell. Ezen túl a Pongrácz úti orvosi rendelő, amely jó ütemben halad, a tervezett módon halad a felújítással, és az Újhegyi úszoda, amely sokat számára már úgy jelenik meg, hogy mi a csodát szöszmötölünk ott, és miért nem nyitjuk már újra. Ugye február elején derült ki, hogy életveszélyessé vált az épület, akkor meg kellett pontosan vizsgálni, hogy mi a probléma. A műszaki feltárás elvégzése után a tervezési folyamatot el kellett indítani, és mivel ez a költségvetés elfogadása előtt, vagy annak környékén jelentkezett problémaként, elő kellett varázsolni a kalapból nem tervezett módon több száz millió forintot. Ezt véglegesen az árszámadással tudtuk rendezni májusban. Nyilván az akkor kiírt pályázat közbeszerzés lezárulta után indulhatott a kivitelezés, amely nem fog a tető felújításnál megállni, ha már be kellett zárni egy hosszú időre az úszodát, akkor az öltözők, vizes blokkok, egyéb terek is teljes körű felújításra fognak kerülni. A képviselő testület a többi közt tárgyalt a kerület legégető problémáiról, a közterületek rendjéről, a köztisztaságról és a közbiztonságról. A polgármester előterjesztésében kiemelten a tudatmódosítószert használó, illetve annak hatása alatt álló személyekre tért ki. A súlyos problémák orvoslásának érdekében az ülés során 6. napirendi pontként tárgyalták a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és ezek nyilvántartási rendszeréről szóló törvény módosításának kezdeményezését. Ennek kapcsán D. Kovács Róbert elmondta, Kőbánya a belügyminiszterhez fordult a rend megszilárdítása érdekében. A közlekedési eszközökön is tapasztalható az a jelenség, amely abszolút nem kívánatos a közületeinken.
Nyilván az egyeztetés arról szinte egész nyáron folyamatos volt, hogy hogyan, milyen módon lehet intézkedni és tenni az ellen, hogy ez állandósuljon a kőbányai közületeken. Számos intézkedés született, még eredményekről is lehet szólni, azonban ezek nem kielégítő eredmények, és azt is láttuk a nyári intézkedés sorozatban, hogy a jogszabályok sem adnak kellő támogatást ahhoz, hogy eredményesen lehessen a tevékenységet folytatni. Ezért nem először tesszük, hogy a belügyminiszter úrhoz fordulunk, hogy a jogszabályi háttérrel támogassa azt a tevékenységet, ami Kőbányának közveti rend, és ez nem csak Kőbányára lenne persze érvényesett a pillanatok kezdve, de Kőbányán is szeretnénk azt, hogy megerősödhessem. Ugye tettük már ezt korábban a börtönkörnyéki állapotok miatt, de ott sikerrel is álltunk egyébként, ezt szeretnénk megjegyezni, hiszen ott a jogszabálymódosításra sor került végül. Részben mondja jegyző úr, tehát ott sikerre jártunk. Hogy most belügyminiszter úr, illetve a szervezete hogyan értékeli ezt a módosítást, majd meglátjuk, azt gondolom, hogy nekünk minden eszközt keresni kell ahhoz, hogy az a nem kívánatos jelenség, ami egyébként nem a Hős utcaiak kirajzásaként értelmezhető, hiszen nagyon sokan ezt úgy értékelik, hogy a Hős utca lakó tömb, lakó épületek lakó funkciójának a megszüntetése, az ezügyben tett intézkedéseink oda vezettek, hogy az ott élők ma már máshol élnek, és droghasználóként vagy bódítószer használóként, hiszen itt kábítószerről nem beszélhetünk, legalábbis a jogszabályok értelmezése szerint nem. Tehát nem emiatt történik mindez. A Hős utcai lakóépület az nem más, mint egy elosztó központja a drognak, és ezért a drogért az ország minden pontjáról érkeznek a különböző szerek használói. Nem véletlen, hogy a vasútvonalak is olyan terheltek, vagy a vasúti megálló pályaudvarok is olyan terheltek. Viszonylag olcsón, pár száz forintért beszerezhető itt az a szer, amelyet akár helyben elfogyasztva, akár később elfogyasztva bódult állapotba került emberek, és nem csak fiatalokról lehet beszélni, idősebbek, férfiak, nők egyaránt megjelennek kőbányai közületeken. Jellemzően egyébként a Hős utca közvetlen környezetében ez nagyjából a Kápolna térig, Mázsa térig terjed nagy számban, de nem csak Kőbányán, hanem látjuk ezt a problémát a Zuglói oldalon, látjuk ezt a problémát a Józsefvárosi oldalon, látjuk a szomszédos kerületekben, sőt távolabb is, akár vidéki vasúti megállókban is, hiszen akit megvásárolta az adott szert, hazautazva bárhol elfogyaszthatja, sikerült kicsempészni a Hős utcából. A társasház is számos intézkedést fogalmaz annak érdekében, hiszen az ott élők is folyamatosan kérik azt, hogy rendeződjön a helyzet, hiszen a Hős utcát sem lehet csak egyféle módon leírni. Nagyon sok tisztességes ember él a Hős utcában is, aki ott fekett ezen lakásokban, és szeretne normális emberhez méltó körülmények között élni. Kéri azt, hogy amíg nem sikerül rendezni a két lakóépület helyzetét, addig is a társasház tegye biztonságosabbá magát az épületet, hiszen az nekik sem jó, hogy a gyermekeiket nem tudják egyáltalán kiengedni a folyosóra, leengedni az udvarra, hiszen folyamatosan grasszálnak azok az alakok a lakóépületen belül, akiket ők egyáltalán nem látnak szívesen a házban. Nyilván ez a társaság tudja megtenni, meghozni a megfelelő döntéseket, megtenni a megfelelő lépéseket. A Hős utcáról még azért azt gondolom, hogy érdemes két mondatban tájékoztatni a testületet arról, hogy hogyan tart, hol tartunk most a folyamatban. A nyár során számos tárgyalást folytattunk arról, hogy a magántulajdonban lévő lakások közül melyiket, hányat, kitől tudunk megvásárolni. Egyeztetéseket folytattunk számos lakóval arról is, hogy nem vásárlás kisajátítás útján, hanem egyéb módon a lakó ingatlanát átadná az önkormányzatnak, például egy cserével önkormányzati bérleményt cserélnénk ugye a
tulajdonért. Jegyző mondja itt Súr nekem, hogy ugye ez a folyamat odáig jutott már, hogy több mint a tulajdonosok felével egyeztettünk személyesen mára. Nagyon sok megegyezésre is sor került, a szerződésre írtunk alá. Nyilván ez a számokat csak durva nagyságrenden mondom, a 150 magántulajdonos esetében nem vezetett még mindenhol megoldásra, de haladunk előre a folyamatban. Nem könnyű a küzdelem, van, amikor a tárgyalást folytató önkényes lakásfoglalókkal találkoznak, és a tárgyalást követően sikerül elérni, hogy ők el is hagyják a lakást, mire legközelebb visszamegyünk, ami mondjuk másnap történik, addigra már egy új önkényes lakik a lakásban. De jóval beljebb vagyunk most, mint a nyár elején. Ezzel együtt a folyamat nem lesz nagyon olyan gyors, mint amit mindannyian szeretnénk. Azoknak az önkormányzati bérlőknek, akiknek a tulajdonával, bérleményével kapcsolatban, csak nem tulajdonával kapcsolatban, bérleményével kapcsolatban megszületett az a döntés, hogy nem ott, de máshol egy új bérleti jogviszony keretében folytatható önkormányzati bérlakásban az életük, ezt a vagyonkezelő a felújításokat folyamatosan végzi, és az átköltözésekre, új bérleti szerződés megkötésre folyamatosan kerül sor. A vagyonkezelő részére biztosítottunk további forrásokat azért, hogy a lakásfelújításokat megfelelő ütemben, nagyságrendben tudja végezni. Rövid párbeszédet követően Kőbánya önkormányzatának képviselő testülete egyhangulag elfogadta a törvénymódosítás megkezdéséről szóló előterjesztést. Így a jövőben vélhetőleg a közerkölcs megsértése, a koldulás, valamint a köztisztasági szabálysértés átkerülhet az elzárással is büntethető szabálysértések közé.